amelyik családban fölöslegessé váltak a régi iskolatáskák, és még megvannak a használható, de már lecserélt tanszerek, ott még nem késő meghozni a döntést, hogy a szemétbedobás helyett inkább felajánlják a rászoruló gyermekek számára. Ennek jegyében az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Idén is meghirdette az iskolatáska és tanszergyűjtő akcióját. Mindig észrevesszük a tendenciákat, hogy milyen hulladékot mikor hoznak be a lakosok, és az látható, hogy ilyenkor augusztus elején, július végén már elkezdenek az iskolára készülni, új iskolaszereket, táskákat vesznek, a régit pedig kidobják. És láttuk azt, hogy nagyon jó állapotú iskolaszerek is kikerültek a hulladékudvarokba, és ezért arra gondoltunk, hogy legjobb lenne, hogyha ezeket át tudnánk adni az arra rászoruló családoknak, gyerekeknek, hogy megkönnyítsük az iskola kezdésüket. 2019-ben volt az első gyűjtő akció, utána 2 év kimaradt a Covid miatt, és újból tavaly szerveztük meg másodjára, idén pedig harmadjára gyűjtjük az iskolaszereket, táskákat, toltartókat, ceruzákat, tornazsákokat, mindent, ami iskolakezdéshez szükséges lehet. Csépke Hajnal Tünde hangsúlyozta, a felajánlott tárgyak döntő többsége valóban jó állapotú, már csak az a kérdés, hogy pontosan melyik civil szervezet fogja eljuttatni ezeket az ajándékokat a gyerekekhez. Idén a Máltai Szeretetszolgálatot kerestük meg, és még folynak a tárgyalások, hogy ők lesznek-e a fogadó szervezet. Van egyéb más megkeresésünk is, vannak ajánlásaink, hogy mely család az, aki sok gyermekes, és örülne ilyen kezdeményezésnek, ilyen adománynak. De mi igazándiból egy szervezetnek szeretnénk átadni, aki majd ezt kezeli, és tényleg jó helyre fogja eljuttatni ezeket az iskolaszereket. A gyűjtési akciónak köszönhetően tavaly közel 150 táskát sikerült szétosztani. A szervezők remélik, idén sem hagy alább az adakozó kedv. Az adományokat a 2 hulladékudvarunkban várjuk, a Kerék utca 1 szám alatt és a Korányfigyes utca 3 szám alatt. Hétfőtől péntekig, 7 és 5 óra között lehet leadni a tárgyakat. Szerdán a Korányi utcai hulladékudvarban este 7-ig is le lehet adni, illetve szombaton 8 és 2 óra között várjuk a lakosságot. Hozzátette, augusztus 24-éig várják a felajánlásokat, és ezt követően fogják átadni az adományokat a segélyszervezetnek.